Tamási 21 éve rendelkezik helytörténeti gyűjteménnyel, mely egy tulajdonjog átruházásnak köszönhetően került a város tulajdonába 13 évvel ezelőtt, tudtuk meg az intézmény vezetőtől. A Tamási helytörténeti gyűjtemény 2000-ben nyílt meg az egykori diákcentrum épületében. A Tamási helytörténeti alapítvány kezdeményezésére. A tárgyak tulajdonjoga az alapítványé volt. Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján a tulajdonjogot átadták 2008-ban a Tamási önkormányzatnak, a gyűjtemény kezelését pedig a Tamási Városi Könyvtárnak, így a könyvtár tevékenysége muzeális tevékenységgel is bővült. A teret több teremre osztották, ahol tematikus elrendezés mellett ismerkedhetnek a látogatók a múlttal. A néprajzi teremben a paraszti háztartások és a paraszti gazdaság tárgyait, eszközeit láthatjuk. Kiemelt értéket képviselnek a szőttesek, amelyek a Kaposkoppány menti néprajzi kistáj jellegzetes színét és mintáját tükrözik. Abroszok, szakajtók, lepedők, féllepedők és ruházati darabok láthatók itt, köztük egy 19. századi vőlegényünk is, a legtöbbjük monogramos. Endrei Walter ipartörténész hagyatékából került a gyűjteménybe a Tamási Takács C. korsója 1819-ből. A megyegyülés ebben az évben hagyta jóvá a Tamási Takácsok C. alapítási kérelmét. A takácsok munkájára nagy szükség volt, hiszen a háztartási textilek a ruhanemük alapanyagát ők szőtték, szolgáltatták. Az 1830-as években Tamásiban 30 takács is működött. Számuk meghaladta a többi mesteremberét együttvéve. A C-korsó tulajdonképpen egy boros kancsó volt, és a fazekas mesterek legkiválóbb munkái közé tartozott. Ebből a kancsóból töltötték a bort a céhes összejöveteleken, mesterválasztáskor vagy az inasok felszabadulásakor. Ezek a C-korsók a tagság összetartozását jelképezték. A néprajzi terem falait családi fotók díszítik, melyek többsége több száz éves, de itt elevenedik meg a tamási beás cigányok népviselete, és az általuk faragott tárgyak sokasága is fellelhető a tárlat darabjai között. A történeti teremben Tamási helytörténetéhez kapcsolódva a személyek életrajzának kis morzsáit zárták a vitrinekbe. Ismerkedhetünk Cser Stockinger László, Túrmezei Erzsébet és Könnyű László életével is, emellett e tárlatnak része mesél az eddigi legértékesebb tamási régészeti leletről is. A régészeti leletek közül kiemelkednek a római korból származó szoborleletek, amelyek Tamásiban kerültek elő 1941-ben és 1952-ben. Feltehetőek házi szentély leletek lehettek. Konkordia istenasszony, a békesség és az egyetértés ülő szobra az egyik, aztán egy Jupiter és egy Athéna szobor. Ezek valószínűleg az első és a második században készülhettek. Bronzból készült míves kivitelezésű szobrocskák ezek, amelyek archaikus és hellenisztikus jegyeket egyaránt magukon viselnek. Ebben a gyűjteményben csak a fotóikat láthatják a vendégeink, a Vosinszky-Mor megyei múzeumban láthatók az eredeti szobrok. 1958-ban a Tamási templom felújításakor került elő egy négyzet alakú tégla, amelyben címer nyelven 6 cölöpöt láthatunk, különböző mélységben, 3-3 különböző mélységben, amelyek kétféle szint, az aranyat és a vöröset szimbolizálják. Ez a címer a Tamási család címere volt, amelynek története 105 évig forrt össze Tamási történetével. A régi mesterségek kiveszőben vannak, de a helytörténeti gyűjtemény keretein belül biztos, hogy ez is megmarad az utókornak. A kovács és a bognár között ugyan van egy nagy különbség, az, hogy az előbbi vassal, az utóbbi pedig fával dolgozik. A szekérkészítés során azonban a kovács és a bognár együttes munkájának eredményeként készültek a tájra, mesterre jellemző, sokszor a mai napig meglévő szekerek. Ezekhez pedig számos szerszámra volt szükség, melyek a berendezett műhely sarkokban fellelhetőek. A Tamási helytörténeti gyűjtemény rendszeres látogatói az iskolák, akik egy-egy óra keretein belül ismerik meg a tárlaton keresztül Tamási múltját.